Leckénk előző részében megismerkedtünk a részhalmaz fogalmával. Nézzünk most ennek begyakorlására néhány feladatot. Az első feladatunk a következőképpen szól, soroljuk fel az A halmaz összes részhalmazát. Akkor, ha az A halmaz elemei 1, 2 és 3. Ahhoz, hogy felsoroljuk az összes részhalmazt, valamilyen logikát kell, hogy megtaláljunk és kövessünk. Próbáljuk meg azt a logikát követni, hogy úgy soroljuk fel az összes részhalmazt, hogy mindig növeljük az elemeinek a számát. Kezdjük akkor azzal a részhalmazzal, amelynek nincs egyetlen egy eleme sem, valójában az üres halmaz. Ez lesz az első részhalmaz. Jelöljük a következő képen A és egy kis index 1-es. Egyetlen egy ilyen részhalmazunk van. A legvégén majd az a részhalmaz található, amely minden egyes elemet tartalmaz. De míg eljutunk idáig, haladjunk most sorba, és a folytatásban keresünk olyan részhalmazokat, amelyeknek egy elemük lesz. Hát három ilyen részhalmaz találunk. Az egyik ilyen részhalmaznak az 1-es lesz az eleme, a másik ilyen részhalmaznak a 2-es, és a harmadik ilyen részhalmaznak a 3-as. Tehát eddig már 4 részhalmazát találtuk meg az A halmaznak. A folytatásban olyan részhalmazokat keresünk, amelyeknek két elemük van. Párosítsuk a számokat, először is az 1-essel, 1-est a 2-essel, majd 1-est a 3-assal, és a végén, mivel nincs tovább 1-es, a 2-est a 3-assal. Íme ez lesz az 5., 6. és a 7. részhalmaz. Felsorolásunk utolsó halmaza, a már említett 3 elemű halmaz, vagyis ez lesz a 8. részhalmaza, melynek az elemei 1, 2 és 3. Láthattuk, hogy ilyen formában sikerült az összes részhalmazt fölírni. Ugyanennek a feladatnak alapján próbáljuk meg a következő feladatot megoldani. Írjuk fel az A halmaz összes részhalmazát, azzal a különbséggel, hogy most az A halmaznak nem 3, hanem 4 eleme van. Ugyanígy indulunk, mint az előtt, az első részhalmazunk az üres halmaz, vagyis aminek nem lesz egyetlen egy eleme sem. A következő részhalmaztípusok, amelyeknek egy-egy eleme lesz, hát 4 elemű az A halmaz, tehát 4 ilyen részhalmaz tudunk felírni, lesz az A2, amelynek az 1-es lesz az eleme, az A3, aminek a 2-es, az A4, aminek a 3-as, és az A5, aminek a 4-es. A folytatásban olyan részhalmazokat keresünk, amelynek két eleme lesz. Párosítsuk ugyanúgy a számokat, vegyük az 1-est a 2-essel, az 1-est a 3-assal, és az 1-est a 4-essel. Amikor végeztünk az 1-essel, most folytassuk tovább a 2-essel, legyen a 2-es a 3-assal, illetve a 2-es a 4-essel. Ha végigértünk a 2-essel, akkor haladjunk tovább a 3-assal, még egy ilyen részhalmazunk lesz, ez pedig a 3-as a 4-essel. Láthattuk, hogy amikor a 2-essel írtuk fel a részhalmazokat, akkor csak jobbra haladtunk, tehát nem írtuk fel azt a részhalmazt, hogy a 2-es és az 1-es, hiszen ezt a részhalmazt már írtuk, az 1-es és a 2-es, ha az elemeit megcseréljük, a sorrendet megcseréljük, még ugyanarról a részhalmazról van szó, tehát nem jelent új részhalmazt. A következő sorban azokat a részhalmazokat fogjuk fölírni, melynek 3 eleme lesz. Hát legegyszerűbben úgy fogjuk őket fölírni, hogy a 4 elemből egyet kihagyunk. Például először hagyjuk ki a 4-est, akkor marad az 1, 2, 3, majd hagyjuk ki a 3-ast, akkor marad az 1, 2, 4, hagyjuk ki a 2-est, marad az 1, 3, 4, és hagyjuk ki az 1-est, akkor marad a 2, 3, 4. És az utolsó részhalmaz, amely mind a 4 elemet tartalmazza, tehát ez lesz a 16. részhalmaz, melynek elemei 1, 2, 3 és 4. Leckénk eddigi feladataiban mind olyan halmazokat tanulmányoztunk, amelynek elemei számok voltak. Változtassunk ezen egy picit. A következő feladatunkban egy olyan baráti társaság halmazára kell, hogy felírjuk az összes részhalmazt, amelyben egy fiút és egy lányt csoportosítunk táncolás céljából. Nagyon fontos, hogy egy fiút és egy lányt, ami azt jelenti, hogy csak olyan részhalmazokat tudunk majd fölírni, melynek két eleme lesz, tehát egy fiú és egy lány. Az eredeti halmazunk a következő elemeket tartalmazza. Imre, Dénes,
Pál, Ede, Ibolya, Éva és Anna. Én már eleve úgy írtam fel a harmaszt, hogy külön csoportosítottam a fiúkat és külön a lányokat. Abban az esetben, hogyha ez a felsorolás másként néz ki, tehát keverve vannak, érdemes fölírni a harmaszt ilyen formában. Keressük meg tehát az összes olyan részhalmazt, amelyben az egyik eleme egy fiú lesz, a másik eleme pedig egy lány. Kis segítségül írjuk le ugyanezt a halmazt még egyszer, és most induljunk a fiúkkal, és minden egyes fiúhoz keressünk egy párt a lányok elemeiből. Tehát Imrét csoportosítsuk Ibolyával, Évával és Annával. Tehát itt már találhatunk három részhalmazt. Ugyanezt a logikát alkalmazva Dénes táncolhat Ibolyával, Évával, Annával, majd Pál táncolhat Ibolyával, Évával, Annával, és a sor végén Ede is táncolhat Ibolyával, Évával és Annával. Láthattuk, hogy négy fiú elemünk van, minden egyes fiú elemre 3-3 lány jut, mondjam így, tehát 4x3, 12 részhalmazt tudunk fölírni. E rövid kis ábra után írjuk fel akkor a konkrét részhalmazokat. Tehát íme az eredeti halmazunk, és azt mondtuk, hogy Imrére írhatunk 3 részhalmazt. Imre Ibolyával, Imre Évával és Imre Annával. Ugyanezzel a logikával Dénesre is írhatunk 3 részhalmazt, majd Pálra is írhatunk 3 részhalmazt, és a végén Edire is írhatunk 3 részhalmazt. És ahogyan már említettem, a 4 fiú 3 lányjal csoportosítva összesen 4x3, vagyis 12 részhalmazt adott. Ezzel videónk végéhez is érkeztünk. Az első részben megismerkedtünk a részhalmaz fogalmával, a második részben pedig néhány feladatot oldottunk meg ebből a témakörből. Köszönöm a figyelmeteket!